Nagy felháborodást váltott ki a külföldiek körében a múlt csütörtöki bejelentés, miszerint a magyarországi töltőállomásokon kedvezményes áron csak magyar rendszámú autók tankolhatnak. Hamarosan azonban jó hírek érkeztek, miszerint azokra a külföldi autókra is vonatkozik a kedvezmény, akiknek országában szintén hatósági áron kapható az üzemanyag. Ez így van Szerbia és Szlovénia esetében is. Ahogy a magyar közlöny is írja, azok a külföldi gépjárművek tankolhatnak Magyarországon kedvezményes áron, akik olyan országból érkeztek, ahol szintén hatósági áras termék az üzemanyag. Ehhez viszont a magyar külügyminiszter rendelete hiányzik, aki megállapítja, hogy az adott országban a magyar rendszámtáblával rendelkező autósok is tankolhatnak az adott hatósági árak szerint. Ilyen rendelet azonban még nem került kihirdetésre. Az eddigi tapasztalatok alapján a legtöbb benzinkúton a rendelet hiányában nem teszik lehetővé a szerbiai autók kedvezményes tankolását. Magyarországon a benzin piaci ára jelenleg 740 forint, ami átszámítva 220 dinár, a dízel pedig 723 forint, ami dinárban 215-nek felel meg. Stábunk Magyarországon a határ közelében levő települések töltőállomásain érdeklődött, ahol kiderült, hogy a legtöbb helyen továbbra sem tankolhatnak a szerb autósok kedvezményes áron. Azonban egyes helyeken korlátozott mennyiségben 20 literig megengedett az olcsóbb tankolás. Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető miniszter tegnapi nyilatkozata szerint a viszonosság elve alapján kellene, hogy működjön a rendelet. Az efféle megkülönböztetést a visszaélések megakadályozására vezették be, így az újabb határozatig csak a magyar forgalmi engedéllyel rendelkező autóknak lesz lehetőségük arra, hogy a 480 forintos áron tankoljanak Magyarországon.